Folyamatosan fájt. A fájdalom soha nem hagyott alább, sőt, gyakorlatilag csak rosszabb lett. Sharon Sinha évekig fájdalommal küzdött a jobb lábában. Leginkább akkor fájt, ha járnom kellett, vagy lépcsőt másznom, ezért minden lépésemet meg kellett terveznem otthon. Egy 2007-es autóbalesetben Sharon mindkét lába megsérült, amitől a jobb térde soha nem épült fel. Az orvos azt mondta, azért fáj, mert teljesen elkopott benne a porc. Olyan érzés volt, mintha a térdem ketté vált volna, mintha az izület alsó része egyáltalán nem kapcsolódna a felsőhöz. Fájdalomcsillapítókat szedett, hogy átvészelje a napot. Sharonnak sok mindent fel kellett adnia, amit korábban nagyon szeretett, még a munkáját is. Az életem teljesen megváltozott. A korábbi sok önkéntes munka, a gyakori vendégvárás szinte a puszta túlélésre cserélődött. Teljesen megváltozott az életem. Miután már évek óta küzdött a fájdalommal, Sharon megingott a hitében, hogy valaha meggyógyul. Tudtam, hogy még van hitem, de nem olyan erős, mint régen. Mindenben kételkedtem. Kételkedtem benne, hogy lehet új porcom. Kételkedtem benne, hogy jobban lehetek, hogy Isten egyáltalán meg akar-e gyógyítani engem. Férjével láttak egy beszámolót a 700-as klub műsorában egy hölgyről, aki fejfájásból gyógyult meg, miután Gordon imádkozott érte. A hölgy azt mondta, nem tudott hinni. Azt elhitte, hogy mással megtörténhet, de Isten miért gyógyítaná meg pont őt? Rádöbbentem, hogy Isten meggyógyított valakit, aki kérte, ahogy én is, de nem hitt benne, ahogy én sem. Továbbra is kértem az Urat, hogy gyógyítson meg, de nekem új polcra volt szükségem. Egy teljesen új térdre. Alig néhány nappal később, amikor a 700-as klubot néztem, Gordon és Terry imádkoztak. Egyszer csak Gordon elkezdett imádkozni valakiért, akinek a térde sérült meg. Valakinek degeneratív porckopása van mindkét térdében, a balban és a jobban is. Nehezére esik felállni. Nehezére esik még leülni is. Folyamatosnak tűnik a fájdalom. De Isten most meggyógyítja önt. Még mindig csak arra gondoltam, hogy de nekem új porcokra van szükségem, mikor közvetlen ezután Gordon azt mondta. Isten helyreállít, ő képes újraépíteni a porcokat, ő képes mindent visszaállítani, amire az izületeknek szüksége van. Azt gondoltam, ó Istenem, és mindkét térdemben bizsergést éreztem, mintha egy hűvös folyóvíz öntötte volna el. Felálltam és elindultam, hogy kivigyem a kávéscsészémet a konyhába. Körülbelül 5 lépést tettem meg, amikor a jobb térdem nagyon hangosan roppant egyet. Majdnem előre estem, de egyáltalán nem fájt. Nevetni kezdtem, mert rájöttem, hogy most gyógyult meg a térdem. Felemeltem a kezeimet és megköszöntem az Úrnak. Nagyon izgatott lettem, csak azt ismételtem, hogy köszönöm, köszönöm. Sharon azóta sem érez fájdalmat. Több mint 7 évig tartott a fájdalom. Gordon imáját követően, és miután elfogadtam Istentől a gyógyulást, egészséges lettem. Elmúlt. Tudok járni. Újra tudok kertészkedni. Tudok főzni, vendégeket hívni, és fel tudom kapni az unokáimat. Ez Isten műve. Csak is Istené.